Kezemben egy bögre nyár, porcelán a napsugár, és mezitláb teámba lép egy elmosódott régi kép. Hogy papucsal a kezedben táncolsz, hogy nézed az esőt, és a világ elolvad tőled az objektív erőt. Kezemben egy bögre ősz, száll a sárga páragőz, hűsgyümölcs az asztalon, a kertem egy avarhalom. Sírnak az emberek, nem látszunk, adjatok helyet. Nekem elég egy magház, ahol majd mag leszek veled, és a nap arcunkhoz ér, felkap és hintába ültet a szél. A ruhád eső, az enyém levél, csak elképzelem és mindez él. Kezemben egy bögre tél, forralt boros esti tér, a hócukor a szélkanál, bennem kavarok a láthatár, és az idő szánkóra pattan a takarónk alatt. Hűt helyét látva a tavasz a bögrénbe szaladt, és a nap arcunkhoz ér, felkap és hintába ültet a szél. A ruhád eső, az enyém levél, csak elképzelem, hogy a nap az arcunkhoz ér, felkap és hintába ültet a szél. A ruhád eső, az enyém levél, csak elképzelem, és képzeld el, mindez él. Mindez él, mindez él, mindez él, mindez él, mindez él, mindez él, ha elképzelem, nézőink, tisztelettel köszöntöm Önöket. A Szombathelyi Televízió Műhely című magazin műsorát látják, és az iménti percekben a várható rossz időre, amit már a hét végére ígérnek a meteorológusok, hangolt egy picit rá bennünket Varga Richárd, és nem véletlen, hogy ő itt van a stúdióban, egy lemezbemutatóra invitáljuk majd Önöket közösen, hamarosan a műsor folyamán. Aztán, amiről még szó lesz a mai adásban, megmutatjuk azt a nagy sikerű koncertet, illetve pontosabban koncert is volt, meg tánc is volt, meg ének is volt, meg muzsikaszó is, aminek során a 70 esztendős Gedit Horváth Jánost köszöntötték táncos barátai.
Aztán nemrégiben jelent meg Majdán János a közlekedés története Magyarországon című könyve. Erről Kalocsai Péter történésszel beszélgetünk. Megmutatjuk majd azt a kiállítást is, amely a Szent Márton ünnepi hetek sorozatában a Katona Mártont mutatja be. 150 esztendővel ezelőtt hunyt el Magyar László, róla is megemlékezünk majd Horváth Lajos nyugalmazott földrajztanárral a műsor másik végén, és ha marad időnk, akkor még mutatunk önöknek egy másik könyvet is, amelyet Gál József jegyez, és ez Gerlich Sándor élettörténetét, tevékenységét mutatja be ez a kiadvány. Amit nyerhetnek, hogyha jegyet, illetve hogyha SMS-t írnak nekünk a 0620-20-20-800-as telefonszámra, akkor kettő főre szóló belépőjegyünk van a Marica grófnő című operetre, amely november 30-án vasárnap este 7 órakor lesz az MMIK-ban. A Turai Ida színház vendégjátékát láthatja majd a közönség, és van két főre szóló belépőjegyünk az említett kiállításra, amely Szent Márton a Katona címet viseli a Szavária Múzeumban. Még egyszer tehát 0620-20-20-800, várjuk az üzeneteiket. És akkor most már talán ideje volt Ricsinek kifújni magát. Szervusz, jó estét kívánok! Beszélgettünk adás előtt, hogy cirka másfél évvel ezelőtt lehettetek itt még a barátoddal, amikor még csak, hát ha nem is szárnyaitokat bontogató, de még a nagy közönség előtt épp csak, hogy bemutatkozó zenészek voltatok, illetve megzenésített versek előadói. Aztán most egy lemez bemutató hamarosan, mindjárt holnap. Délután 5 órakor a Berzsenyi könyvtárban. Aki majd bővebben szeretne hallani, tájékozódni erről a lemezről, annak feltétlenül ajánlom a holnapi programot, most hangolódjunk egy kicsit rá. Szóval hogy jutottál el addig, hogy most zenészként egy lemezt jelentethetsz meg, amelynek a címe 101? Hát tulajdonképpen ez a történet már legalább ilyen 3-3 és fél évre nyúlik vissza. És nekem volt egy zenekarom, de tehát én onnantól kezdve, hogy megtanultam gitározni, én folyamatosan írtam egyből a 3-4 akkordos dalokhoz szövegeket. És ahogy meglett a zenekar, mindig voltak olyan dalok, amiket úgy nem tudtam bevinni, mert hogy hát ez túl melankolikus, ez nagyon leültetni a koncertet, vagy túl személyes hangvételű, és ezek a dalok így gyűltek, és megszerettem Cseh Tamást, és rájöttem arra, hogy hát ki lehet ülni egy gitárral is a színpadra is előadni dalokat, és akkor én szépen elkezdtem ezeket a személyesebb hangvételű számokat elővenni, és így lettek az első egyszergitáros koncertek. Ezek tényleg ilyen 3-3,5 éve indultak el nagyjából. A lemezen abból egyetlen egy dal van, az is egy kicsit más verzióban, tehát a lemezre inkább azokat tettem, amik most is aktuálisak, úgy érzem, vagy fel tudom őket vállalni érzelmileg, vagy úgy gondolom, hogy azok talán jobban sikerültek. Csak is és kizárólag saját munkáid. Igen, csak is kizárólag saját. Amelynek a szövege mellett a zene is a te kezed munkáját dicséri? Igen. Én úgy érzékelem, hogy a megzenésített verseknek, aminek megvolt annak idején a maguk korszaka, aztán Cseh Tamás újraértelmezte ezt, és most meg talán a slam poetry az, ami újabb lendületet ad ennek a műfajnak. Jól látom én ezt? Nagyon jól, és rátapintottál a lényegre, mert egyébként van 3 slam poetry szöveg is a mi és a ez a slam poetry? Ezt azért a slam poetry tulajdonképpen a legújabb kortárs irodalmi lírai műfaj. Tehát kimondottan hát az egyik célja az, hogy visszataláljon az irodalom a gyökereihez, tehát így a zenéhez és az élő szóbeliséghez. Tehát a slam poetry az egy élő műfaj, élőben adják elő a szövegeket egy megadott tematikára, vagy éppen szabadon, tehát ez az esnek különböző pontjain más és más. De tényleg ez a legfontosabb talán, hogy picit visszavinni az emberek közé. Tehát, hogy mindenképpen, hogy ott hallják élőben. Na most ugye a lemez az egy kicsit, akkor ennek így ellene megy már, de ettől függetlenül ugye most a slam poetry, ez már a digitális világ. El kell menni, le kell ülni, végig kell hallgatni. Ezt pedig tényleg mondjuk vezetés közben, vagy bár lehet, hogy ez nem praktikus, mert elvonja a figyelmet a vezetésről egy-egy személyesebb hangvételű dal, de mindenképpen máshol is hallgatható. Igen. Én nem gondolnám, és hogy ez a kettő ellentmond. És hát mindenképpen a társadalom kritika egy nagyon fontos része, tehát kicsit így megpróbálja így visszahozni ezt a közéleti lírát az irodalomba, ami mondjuk a rendszerváltás után itt így elég rendesen eltűnt Magyarországon, ez most jön vissza, és a slam poetry ennek az egyik ilyen fő, hanem az ászlós hajója.
És hát masszív zene... gyökere van itt Szombathelyen is már, vagy abszolút. Masszív törzse ága. Így igaz, ugye a Szovária Slam Poetry, akiknek, tehát ott én a második este már ott voltam, úgyhogy most már ilyen kicsit, hát én alapító tagként szerepeltem, mint a slammerek között, csak aztán ugye elkerültem Veszprémbe, de most ott benne vagyok a veszprémi slam poetryben is. Úgyhogy, és egyébként pont Szombathelyen most ez így, ugye véletlenek nincsenek, a lemez bemutató után lesz slam poetry est, úgyhogy én utána oda megyek, megnézem a régi arcokat. Beszéljünk akkor még egy kicsit a lemezről. Ez a szám a Bögre címet viseli, amit a koncert elején, illetve a műsor elején hallottunk. Igen, ez is egy lirai hangvételű dal. Milyen stílusban mozognak még a számok? Én sem ismerem még a lemezt. Hát, meglehetősen depresszív. Tehát nem hinném, hogyha valaki azt akar, hogy jó kedve legyen, akkor nem biztos, hogy ez a lemez lesz a megfelelő választás. Hát, egy ilyen melankólikus, kicsit szentimentális, inkább ilyen lírai hangvételű dalok. Tényleg ilyen személyesebb témák, párkapcsolat, boncolgatás főleg. De hát mindent igazából azért csinálom, mert mindig, ugye magyar tanárként ezt meg főleg én most már érzékelem, hogy a versek arra nagyon jók, meg az irodalmi művek, hogy mások által leírt műveken keresztül találkozunk szembe a saját problémáinkkal. És valahogy én is így tudjuk elmondani ennek a saját szánom. Érzéseinket. Igen. És valahogy szerintem ezek a dalok is olyanok, hogy nagyon sok olyan visszajelzés jött, hogy hát ez mintha rólam írtad volna. Pedig olyan szinten személyesen csak hozzám kapcsolódik, amikor megírtam, de természetes, hogy ez mások is, tehát nem vagyunk egyedül. Az életkori sajátosság, hogy a dalok melankolikusak? Hát, mit nem, gondolsz? Szerintem, de pedagógusként is kérdezem. Igen, nálam nem hinném, mert 17 éves korom óta, igen, 17 éves korom óta ilyen dalokat írok, úgyhogy ez így alakult. Vevő erre a közönség, erre a melankóliára, amiképp látod? Egyéb iránt milyen korosztálynak szánod a lemezt? És mondanám, hogy mindenkinek, de hát így a dalok szövegéből adódóan talán azért kell egy fajta élettapasztalat ahhoz, hogy ezt át tudják élni az emberek, amiről én énekelek. Tehát, de mindenképpen egy ilyen középiskolás korosztály, mert megtalálja szerintem a saját maga mondani valóját a dalokban. Tehát szerintem onnantól kezdve bátran. De hát előtte is persze. Hogy is kérdezzem, nem egyszerű manapság egy lemezt kiadni. Ez milyen vállalkozás? Igen, ez úgy történt, hogy én lekerültem Veszprémbe, egészen pontosan Veszprém mellett tanítok most Nemesvámoson egy gimnáziumban, és az ottani alpolgármester, Mustos István volt az, aki hallott engem valahol ott Veszprém körül játszani, és ő volt az, aki tulajdonképpen megnyomta a start gombot nálam, hogy kell egy lemezt csinálni, és ő már konkrét tervekkel előállt, neki van egy ismerős, ott van stúdió, fel tudjuk venni nagyon jó minőségbe, és ő segít terjeszteni. Tehát igazából ő volt az, aki nekem így ezt az egészet elindította. A klasszikus mecénás program igen, működik. Igen, mert egyébként én már nagyon régóta tervezem, hogy kellene lemez. Valahogy valami még hiányzott, ami engem így elindított. És hát úgy tűnik, hogy az István volt az, meg tényleg így a valahogy úgy Veszprém. Ez azért is fontos, hogy ha valaki a nyomdokodban jár, akár az nem merek, de bárki kamasz fiatal ember, aki ismeri már az alapakkordokat, és mondani valója van a világról, azt akkor a te példád alapján is biztathatjuk, hogy bátran vágjon bele, merje mondani, és aztán meglátjuk, hogy milyen szép kifutása lesz-e. Hát igen, ez abszolút így van, úgyhogy hajrá. Csak bátorítani tudok mindenkit. Ennél csak jobb lehet. Persze gondolom az alkotási folyamat egy lemezzel készültével nem áll meg. Nem, sőt már igazából készül a második. Vannak új számok. Igen. Köszönöm szépen, holnap délután 5 órakor a Berzsenyi Dániel könyvtárban várja Varga Richárd 101 című lemezének bemutatójára a közönséget, a beszélgető partner. Köszönöm a beszélgetést én is. Kedves nézőink, tánccal folytatjuk. Horváth János Gedi közel 50 éven át vezette az Ungareszka Tánc Együttest, 70. szülinapját pedig nagyszabású gálával ünnepelték. Első díjnyertes alkotásából, a Profán siratóból látunk most részletet, aki táncolja, Csollány Panka és Kis Szilárd.
Egy kiadványt tartok a kezemben, a közlekedés története Magyarországon 1700-tól 2000-ig. Majdán János jegyzi ezt a könyvet, amelyet a napokban mutattak be Szombathelyen is. Majdán professzor Pécset tanít, és ha nem is hiánypótló, de mindenképp egy jelentős kötetet tett le az asztalra, fogalmazott a műsor előtt Kalocsai Péter történész. Jó estét kívánok, tanár úr! Ön szintén közlekedés történettel foglalkozik, ezért nyilván nagyobb rálátása van erre a kutatási területre. Mi a jelentőség ennek a kiadványnak? Tisztelettel, szeretettel köszöntöm én is a hallgatóságot. Hát ha a történettudomány, illetve a rész és segédtudományait tekintjük, akkor számos területnek vannak összefoglaló művei, hadtudománynak, hadtörténet, tehát ismert a Magyarország hadtörténete, magyar művelődés történet, magyar művészet történet, és még sorolni lehetne. A közlekedés történet területéről ilyen összefoglalásra még nem került sor. Majdán professzor úr, ugye ő a Pécsi Egyetemen a török űzése utáni magyar történelmet tanítja 1918-ig, és a Bajai Főiskolán, az Eötvös Károly Főiskolán is tanít, és hát szerencsés találkozás van Majdán János esetében, hogy ő tanítja is a magyar történelmet, arra is rálátása van, és a közlekedés történetet pedig kutatja, mert közlekedés történetben eddig gyakori volt az, hogy műszaki végzettségűek publikáltak, elsősorban műszaki megközelítésben, műszaki paramétereket tartották fontosnak, nem a történettudomány módszertanával közelítették meg a témát, de ugyanakkor a történészek körében is vannak olyan problémák, hogy aki a közlekedés történetet nem kutatta, de 1945 utáni magyar történelemnél gyakran szokták azt a jelzőt mondani, hogy a szovjet megszállása, a szovjet típusú berendezkedés Magyarországra erőltetésével egy új jármű is megjelent Magyarország városi közlekedésében, és pedig a trollibusz, és ezt a 70-es trollió szokták kötni, ami Sztálin 70. születésnapjára indult meg, de hát a valóságban már 1904-ben indult Tátrafüred és Poprád között trollibuszjárat, Nagyszebenben, 1909-ben Pozsonyban és 1933-ban Budapesten is, csak a budai oldalon, csak a II. Világháborúban annyira elpusztult, hogy új üzemet kellett létesíteni, és az a Sztálin 70. születésnapjára készült el. Közös utazásra hívja az olvasót Majdán János ebben a könyvében, úgy fogalmaz, hogy időben és térben sokat utaztunk az elmúlt 300 évben. Az utazásnak is sokféle oka volt, sokféle módja volt, és sokféle úton lehetett eljutni, közlekedési útvonalon lehetett eljutni az úti célig. Milyen megközelítésben tárgyalja ezt a 300 esztendőt a szerző? Hát számos szakaszra bontja a közlekedés történetét, tehát vita tárgyát képezni a néhány közlekedés történész körében, hogy a politika történet intervallumaihoz kellene kötni a közlekedés történet feltárását, vagy inkább a közlekedés fejlődésében bekövetkezett csomópontokhoz. Hát Majdán János esetében inkább a politika történethez kapcsolódóan találjuk a csomópontokat, a fejezeteknek a tagolását. Hát az első fejezet az mintegy 130 év történetét dolgozza fel, még a gépi közlekedés előtti időszaknak a történetét, és hát meglepő, szerintem a ma gyorsan korabeli viszonyokhoz képest, ma gyorsan közlekedők számára, hogy egy 100 kilométeres út megtétele 6-7 napot vett igénybe. Én a hallgatóimnak szoktam mondani, hogy amíg a vasút nem indult meg Oroszországban, az Uralban, kibányászott vasércet 2 évig szállították Szentpétervárra feldolgozni. Hát Magyarországon is lassú volt a közlekedés, amíg nem voltak jó képített utak, és hát a gépi közlekedés, illetve a vasút be nem indult. Talán Szombathely városára is így igaz, hogy nagy lendületet adott a fejlődésének, amikor a vasútvonal elérte a várost. Hát így van, ez egy nagyon fontos szempont volt. Hamar közlekedési csomóponttá vált a város, és ez generálta a város fejlődését, és az hozzá kell tenni, hogy Szombathelynek nagyon kedvező volt a közlekedés földrajzi elhelyezkedése a korabeli osztrák-magyar monarchiában. Ugye 1865-ös évben indult meg a déli vasútnak a Nagykanizsa, Szombathely és Sopron közötti szakaszát ekkor adták át, és ez nem csak abból a szempontból érdekes Szombathely közlekedés történetében, hogy bekapcsolódott Magyarország és a monarchia akkori vérkeringésébe, közlekedési vérkeringésébe, hanem a szombathelyi tömegközlekedés is jövőre 150 éves lesz, hiszen ahogy megindult a vasút,
viszonylag távol esett akkor a főtér a vasútállomástól, és megindult az első omnibuszjárat, amely a főteret a pályaudvarra kötötte össze, és hát a korabeli tudósítások azt is leírták, hogy amíg nem volt burkolva a főtér, addig előfordult, hogy a nagysárba az omnibusz a megterhelt utasokkal és csomagokkal teli omnibusz elakadt a sárban, és akkor az utasoknak ki kellett szállni, és meg kellett tolni, de hát aztán az infrastruktúra is ebben az időszakban kiépült, és hát erről is van feldolgozás. Hogyha egyéb vonatkozásait nézzük, akkor nem csak a közlekedési vérkeringésbe való bekapcsolást jelenti egy minél fejlettebb közlekedési útvonal közlekedési eszköz, hanem az egyéb változásokat is generál, úgy a társadalom történetben, mind a gazdaság vonatkozásában is. Hát így van, valójában Szombathelyen is, tehát addig nem lehetett omnibuszt indítani lényegében, míg ki nem építették az utakat, tehát ahhoz, hogy biztos városi tömegközlekedés kellett egy bizonyos fejlettség, hogy az esővizet, csapadékvizet a csatornák elvezessék, ahhoz, hogy villamos vasút legyen, meg kellett teremteni az elektromos árammal való ellátását a városnak, hogy tudjon működni a villamos vasút, és hát számos társadalomtörténeti érdekességet is észrevettünk, hogy például az omnibuszokhoz visszatérve, amikor Szombathelyen beindult, utána a szombathelyi újságírók cikkeztek arról, hogy vannak olyan hölgyek, hogy ha felszállnak az omnibuszba, akkor végig a legyező mögé rejtik az arcukat, hogy ne lássa azt a nagy közönség, hogy nem telik nekik se magánfogatra, se arra, hogy a mai taxik elődjével a bérkocsikkal utazzanak. Tehát egy bizonyos társadalmi réteg számára az nem volt megfizethető huncutság, úri huncutság. Igen, és tehát rangon alulinak tűnt ilyen tömegközlekedési eszközbe beszállni, és hát ezt még számos szabály is tiltotta, például a KUK hadsereg tisztjei nem utazhattak tömegközlekedési eszközön, tehát önnekik bérkocsit, a mai taxik elődjeit, vagy hát ahogy beindult a bérautó, akkor azokat kellett használniuk, hogyha valamilyen településre megérkeztek. Kik forgathatják haszonnal ezt a kötetet? Hát akik az elmúlt 300 év közlekedés története iránt érdeklődnek, tehát akár vízi közlekedés, akár szárazföldi, tehát a közúti közlekedés, városi közlekedés, vagy a légi közlekedés iránt is, és hát azért vannak benne Vas megyei vonatkozások is, de hát tisztában kell lenni, hogy egy országos összefoglalásnál azért nagyon meg kell szűrni, hogy mik azok a témák, tények, információk, amik belekerülhetnek egy kötetben. Találul nagyon szépen köszönöm az összefoglalót, aki teheti, tehát keresse és forgassa haszonnal a közlekedés története Magyarországon 1700-tól 2000-ig című kiadványt majdán János könyvét. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Egy pici türelmet még szeretnék kérni öntől, illetve arra biztatom, hogy nézzük meg együtt a Szent Márton a Katona című kiállításról készített összefoglalónkat, amely arra keresi a választ, hogy milyen ruhában szolgált katonaként Szent Márton, mi a jelentősége a különböző kiegészítőknek. Ez a Szavárja Múzeum kiállításáról kiderül. Márton több évtizeden át szolgált lovas testőrtisztként a római császárok seregében. 40 éves volt, amikor letette a fegyvert, hazatért és megkeresztelte édesanyját. Legtöbben mégis a gyógyító, mindenkinek segítő szentként ismerik. Eleve elrendeltetett az, hogy neki katonának kell lenni, hiszen már a nevét is, ugye marsra utaló nevet adott neki édesapja, aki szintén katona volt, és le is szolgálja 25 évet, de ez életének csak egy szakasza. És ezt szerettük volna picit erre utalni. Arra gondoltunk, hogy hozzunk olyan rekonstrukciókat, amelyek megmutatják az ő ruházatát, illetve a katonai öltözeteket, és akkor ezeket az öltözeteket kiegészítendő mutatjuk be azokat a felszerelési tárgy maradványokat, amelyek a Szavárja Múzeum gyűjteményeiben vannak, tehát ugyanígy, tehát ilyen szempontból elsősorban azokat a katonai övveretek szerepelnek a több tárlóban is, amelyeket a katonák ezeken a fegyverövükön, szolgálati övükön viseltek, illetve még van egy tárlónyi, úgynevezett hagyma fejes fibula, amelyet a katona köpeny összecsatolására használtak. Szóval ilyen fibula volt azon a köpenyen is, amelyet Márton, amilyen városának kapuja előtt ketté vágott. Gondolom, hogy a fibulás részt azt magának tartotta meg, mert az egyben lehet, hogy rangjelző szerepe is volt.
A kiállítás egyúttal a 3. század végi, 4. század elejé hadviselési szokásokat is bemutatja. Ez az időszak az élet minden területén számos változást hozott Pannóniában. Császárok jártak itt látogatóban, nagy építkezések folytak, elterjedőben volt a kereszténység. Elsősorban szeretnénk ennek a korszaknak a hátterét is megmutatni, tehát itt a 3. század vége, 4. század elejéről van szó, és erről a korszakról, hogy hogyan épült fel a katonaság, mennyiben változott az első-második századhoz képest. Hogyha a kiállításon megnézik a látogatók a fegyverzeteket, a viseletet, és egy brigéciótól kaptunk két viseletet is, lehet látni, hogy egészen más, mint amit a Szombathelyenek a 15. Legionaris-tól ismernek. Tehát éppen ezért nagyon érdekes szerintem a kiállítás, mert eddig nem látott és inkább elrejtett kincseket mutat meg. A Szavária Múzeum eddig kevésbé foglalkozott ennek a kornak a feldolgozásával. A 2016-os jubileumi esztendőig további kutatásokat végeznek majd. Több évtizedes kutató munka hiányzik, mert egész egyszerűen másra helyeződött a hangsúly a múzeumnak a kutatásában, és most rövid idő alatt 2016-ig be kell olyan kutatásokat is fejeznünk, amire alig van időnk. Tehát most a régészeknek, a római koros régészeknek és középkoros régészeknek a nagy része Szent Mártonra koncentrál. Sisakok, pénzérmék, csatok és viseleti rekonstrukciók is helyet kaptak a tárlaton, valamint megtekinthető egy 1670-es évekből való kályhacserép is, amely Szent Mártont és a koldust ábrázolja. A Szent Márton a katona című kiállítás március végéig látogatható. 150 esztendővel ezelőtt hunyt el Magyar László Afrika kutató. Kalandos életútjáról a következő percekben Horváth Lajos nyugalmazott földrajztanárral beszélgetek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Kőcsuk! Tanár úr, úgy fogalmaztam, hogy kalandos ez az életút. Miért mondható annak? Már az eleje is olyan vitatott. Igen. Hát mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, hadd mondjak egy olyan szubjektív vonatkozást, hogy 21 évig voltam főiskolai hallgatók szakvezetője, és sosem azzal kezdtem az első alkalommal, hogy mennyire ismerik a tantervet, hogy tudnak óratervet, óravázlatot írni, hanem azt kérdeztem a hallgatóktól, tudják-e, kinek a szobra emlékműve van a Perint parton a főiskolával szemben? És ebből már ugye nagyon sokat az ember ki tudott olvasni a későbbiekre vonatkozóan, érdeklődést, tájékozottságot, olvasottságot, és innen akkor már elindult a fél éves munka, szóba kerültek ugye a többi Vas megyei kutató is, Princ Gyula, az Almásiak, Almási György és fia László, akik ugye Borostyánkőből indultak a mai Burgenland területéről Ázsia, illetve Afrika meghódítására. Valóban Magyar Lászlónak rendkívül kalandos volt az életútja, már születésével kezdődött valóban, hiszen nagyon hosszú ideig bizonytalan volt a születésének helye. Éppen ennek az utcának a névadója Géfin Gyula, dr. Géfin Gyula a neves teológia tanár, helytörténész bizonyította be, hogy Szombathely Magyar László szülővárosa. Nemes ellenfél volt ebben a dologban, Szabadka városa, Bácska fővárosa, nagyon sok magyar élt ott, és a későbbiekben Magyar László édesapja, Magyar Imre ott telepedett le, előbb Ötömös határába vett egy nagy birtokot. Itt szeretném mondani, hogy... Innen is van az előneve az Ötömösi. Igen, de egy tével iradó, és ugye valami folytán az írásomban az kettővé változott, de ennyit erről, tehát egy tével. Ez egy puszta Szeged és Szabadka között. Ott érettségizett már Magyar László, de aztán később bebizonyosodott, hogy mégiscsak úgy történt a születése, ahogy leírtam, tehát tulajdonképpen Magyar László itt járt egy gazdag kereskedő családnál, és akkor találkozott Magyar László édesanyjával, és ebből a találkozásból fogant és született meg 1818. november 13-án Magyar László. És ez ma már így van, minden egyes földrajzkönyvbe egyet hoztam, és ott is így írják, de valamennyi ma megjelenő. Be is jelöltem a pontot, és
Talán már is mondom, hogy két földrajzi kutató neve látszik ezen az oldalon, az egyiken a legnagyobb Afrika kutató David Livingstone, a skót-brit ember, aki ugye a legnagyobb területet járta be Afrikába, és a másik arc, amit ott láthatunk, Magyar László, ugye a legelső magyar földrajzi kutató. Azt írja róla ez a kis rövid ismertető, hogy behajózott a Kongó folyó torkolatába, az zuhatagok miatt azonban nem jutott messze, de megbarátkozott a benszülöttekkel, megtanulta a nyelvüket. Sőt, igen, szorosabb kapcsolatba is került velük. Az egyik benszülött fejedelem, a Biéi fejedelem leányát vette el feleségül, a 14 éves Inakulu Ozoró hercegasszonyt, és hát ha lenne idő, akkor felolvasnám azt a nagyon szép leírást, amellyel érzékletesen leírja Magyar László ennek a herceg kisasszonynak a szépségét, és emberileg pedig hozzáteszi a végén, hogy miután meglátta a nyakában, a aranyláncon a megváltó nyakékét, akkor már tudta, hogy Frigyük szerencsés lesz, hisz a keresztény jelkép oltalma alatt ez nem is lehet másképp írta. Nos, hát addig is persze nagyon sok kalandban vett részt Magyar László, behajózta, miután elvégezte a Fiumei Tengerészeti Iskolát, behajózta szinte az egész világot, három hajón is szolgálatot teljesített, míg nem végül Dél-Amerikába kötött ki, ott részt vett zsoldosként Uruguay és Argentina háborújában, olyannyira, hogy kold vádok alapján halálra ítélik, de szerencsére felmentik. Azt követően követni akarta az egyik legnagyobb földrajzos Alexander von Humboldt udvonalát, keresztül akarta harántolni Dél-Amerikát, benne az Andokot is. Ez azonban nem sikerült neki, nem kapott ehhez anyagi támogatást, és így indult Afrika irányában, az ön által előbb említett, előbb a Guinea-öböl partvidékére, majd a Kongó torkolatához, és onnan egy karavánnal a Biéi fejedelem udvarába. Apjának ekkortájt azt írta, hogy tudja, hogy ő mögötte nincsen nagy hatalom, nincsenek nagy tekintélyű tudományos körök, akik támogatnák, ugyanakkor mégis bízik a saját elhatározásába, felkészültségébe, de akkor már mondta, hogy bizonyára szükség lesz az ott élők segítségére is, és szeretne velük kereskedelmi és vérségi kapcsolatba is kerülni. Hát ez ugye a házasságkötéssel az utóbbi megtörtént. Mire irányultak az ő kutatásai ezen a területen, és mi volt az eredmény, ami az ő nevéhez fűződik? 1850-ben kezdte az első kutatóútját, akkor tette, és tulajdonképpen 1857-ig tartott. Ugye tudjuk, hogy a magyar történelemben ez egy nagyon nehéz időszak volt. Voltak értesülései az itthon történtekről, és hát nagyon szépen fogalmazta, hogy bízom Istenben, hogy a haza sorsa mielőbb jobbra fordul. Az egyik öccse is elesett Komárom ostromakor, és ezt követően indult neki a hosszú útnak, ahogy már mondtam, egyedül Livingstone tett nagyobb területen kutatást. Komplexen vizsgálta a területeket, tartományokat, vizsgálta a földfelszínt, sőt, geológiáját is, meteorológiai megfigyeléseket végzett, vizsgálta a növényvilágot, állatvilágot, tehát a faunát és a flórát, valamint hát ami a legnagyobb erőssége volt, az ott élő lakosságnak a életformáját, törzsi viszonyait, etnográfiai jellemzőit, rituális szokásait, és így tovább. És ezeket lejegyezte, térképeket készített az útjáról, és tulajdonképpen 1857-re így állt össze az általa vizsgált területek tudományos feldolgozása, és eljuttatta haza a kéziratokat.
nagyon rövid az időnk, és nagyon alapos az ön által hozott ismertetés. Mégis, amiről úgy gondolom, hogy nagyon szeretne még néhány szót váltani, hogy bár a megemlékezések most elmaradtak a halálának 150. évfordulóján, de hamarosan lesz alkalma a városnak pótolni ezt, mert hogy... Igen, talán azért még azt hadd mondjam el, hogy idegen segítséget felajánlottak neki. A portugál kormány kérte, hogy bocsássa rendelkezésére a kéziratait, kiadják, elismerést ígértek neki, de mindezt nem tette meg, mert úgy érezte, akkor már nem magyar mű születik. Igen, hát egy kicsit sajnálom azt a dolgot, hogy bármennyire is szép kerek évforduló, jubileumi évforduló van, az elmúlt héten semmi nem megemlékezés nem volt. Ugye egyszer lett volna erre alkalom november 9-én a halálozás évfordulóján, és november 13-án van a születésnapja. 4 év múlva lesz születésének bicentenáriuma, tehát a 200. születésnapja, és akkor azt hiszem, hogy lesz pótolnivaló, és egyben lehetőség is a bepótolásra, mert azt szeretném, ha továbbra is a magyar földrajzkönyvekben az jelenne meg, hogy volt egy magyar ember a nagy népek fiai között, aki vállalta a fekete kontinens ismeretlen vidékeinek felkutatását, és az életrajzában az áll, hogy születési helye Szombathely. Tanár úr, nagyon szépen köszönjük. Ha ön személyében 4 év múlva biztosan jó kezekben lesz majd ez a megemlékezés, és nagyon köszönjük azt, hogy a figyelmet ráirányította erre a nagyszerű kutatóra. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a mai műsorból még egy gyors sorsolás van hátra. 2 darab belépőjegyet nyert a Marica grófnő című operett előadására november 30-ára, amely vasárnap 19 órakor lesz a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban Turai Ida színház előadásában 06-34-11-34-10 számról üzenetet küldő kedves nézőnk nyerte ezt a jegyet, és van még 2 darab belépőjegyünk a Szavária Múzeum Szent Márton a Katona című kiállítására 06-30-569-62-27-es szám tulajdonosái ez a nyeremény. Köszönöm a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!